Ünnepélyes keretek között a Magyar Sportházában adták át a hónap utánpótlás edzője júliusi díját az alapító Magyar Edzők Társasága, az utánpótlássport.hu szerkesztősége és a Porsche Hungária képviselői. A kitüntető cím Gellért Gábor szegedi úszóedzőjé lett. A nyíltvízi úszóválogatott szövetségi kapitányi posztját is betöltő szakember 16 éves tanítványa, Pádár Nikolett a bukaresti ifjúsági Európa-bajnokságon 100 és 200 méter gyorson, valamint a 4x200-as gyors és a 4x100-as vegyes váltó tagjaként is aranyérmet ünnepelhetett, miközben 400 méter gyorson bronzérmet szerzett. Nagyon szépen köszönöm, végtelen megtisztelő. Azt gondolom, hogy hát nagyon meghatódtam, amikor fölhívtak. Ez az EB előtt történt két héttel, amikor egy Balatonon voltunk a felnőtt EB edzőtáborban, akkor készültünk Nikolettel a élete első felnőtt EB-jére, úgyhogy nagyon örömmel fogadtam. 2008-ban lettem vezetőedző, 14 év az első évben már rögtön volt a ifjúsági Európa-bajnoki döntős versenyzőm, aztán 11-ben jött el az első év. Olasz Annával a nyíltvízi junior EB-n egy bronzérem, meg Sivalin Flórával szintén medencében egy bronzérem, 800 gyorson, és onnantól kezdve elindult ez a szekérés, ez alatt a 10 év alatt, ugye most már 45 éremnél járnak a versenyzőim az utánpótlás, illetve felnőtt világversenyeken. Egy olyan egyesület van a hátam mögött, egy olyan rendszer, amit a kollégáimmal 98 óta fölépítettünk a szegedi úszóegyletbe, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy egy folyamatos utánpótlás legyen biztosítva, ahhoz kell egy olyan széles bázis, amilyen a szegedi úszóegyletben van, ahol már 328 gyerek úszik havonta, és ebből a hatalmas bázisból tudunk meríteni, tehát itt törvényszerűen a nagyszámok törvény alapján minden évben kijön egy-két-három olyan tehetség, akik az ifjúsági Európa-bajnokságon jól tudnak szerepelni, tehát válogatottak lesznek. Gellért Gábor munkásságát Sós Csaba, az úszók szövetségi kapitánya is méltatta a díjátadó. Vidéken egy műhelyt alapított és létrehozott, és gyakorlatilag hiába egyszerűsítik, hogy úszás, az azon belül ifi felnőtt és nyílt vízen is ifi felnőtt, négy területen is minimum Európa bajnoki érem. A lényeg itt az, hogy szorgalmas és van hozzáérzéke és érdekre ez az egész. Aztán többit lehetne itt ragozni, meg mesélni. Ő képes azon, ha kell napi 15-20 órát, és ha kell, akkor az iskolájukba bemegy és mindent intéz, és láthatólag szereti csinálni ez a helyzet. Az utánpótlás edzőnek többet kell értene hozzá, mint a felnőttnek. Hát eleve nála olyanok vannak, akiknek meg a testük egy jellemző szakasz, a serdülőkori fejlődése megy át, ami elég annyit tudni róla, hogy jelentősen megváltozik a test férfinak, meg a nőnek. Tehát az, hogy ő valakit akár egy ifibe elvigyen egy európai szintre, és aztán az a felnőttbe is helytálljon, az egy összetett, bonyolult feladat, de igazából csak olyan, aki az utánpótlásra tisztában van, csak az lehet képes rá. A kitüntetett tréner a Pádár Nikolettel való sikeres, közös munka hátterére is kitért. Azon túl, hogy rendkívül jó testi adottságokkal jött otthonról, amiről nem tehet, a szüleinek köszönheti, nyilvánvalóan erre nem tehet. Valóban hajlandó elvégezni azt a munkát, amit kérek tőle. Fiatal létére nagyon komoly munkát el tud végezni, nagyon sok edzőtáborban részt vesz, és ami a legfontosabb, az a versenyzői akarat, az az állandó győzni akarás, az a nincs benne a legszemernyibb félelem se az ellenfelektől. Azt gondolom, hogy ez fogja a legmagasabbra röpíteni, ez a makacsága, ez a akaratossága. Ő még jövőre mindig junior, és szeretném, hogy már jövőre azon túl, hogy juniorként megvédi a címeit, ezen kívül már a felnőtt világbajnoki döntőben is tudjon szerepelni.